A Salkaházi közösség az egyik legnagyobb nyugdíjas közösség ma Magyarországon, fogalmazott Kriza Ákos polgármester pénteken este a Salkaházi nyugdíjasok szüreti báján. A Generáli Arénában elhangzott az is, hogy a város továbbra is támogatja és segíti a miskolci időseket. Az idei szüreti mulatságon ismét zsúfolásig megtelt a sportcsarnok. Kálmán Imre népszerű operettje is hozzájárult a szüreti bál jó hangulatához. Sokan együtt énekeltek az előadókkal. A terített asztalokról az ételek és italok sem hiányoztak. Egészségetekre! A nyugdíjas egyesületek szinte mindegyike képviseltette magát a programon. Köztük az alkotó Derűs Alkony Egyesület nyugdíjasai is, akik minden évben részt vesznek a mulatságon. Nagyon jól érezzük minden évben, vidáman, itt nincs korhatár, mert ez a mi napunk, hogy így mondjam, nem 20 éveseké, hanem a mi napunk az időseké, és köszönjük a vezetőknek, hogy azért gondolnak ránk. Az időskorúak támogatásáról 2014 nyarán döntött a Miskolci Képviselőtestület. Az elmúlt 4 évben számos program kínált kikapcsolódást több ezer miskolci nyugdíjasnak. Hubai György a bálon a következő eseményre, az előszilveszteri mulatságra is meghívta az időseket. Azt is elmondta, hogy a programban jövőre is folytatódnak a kulturális és szabadidős rendezvények, és a pénzbeli támogatást is megkapják majd a nyugdíjasok. A városvezetés a felelős gazdálkodás révén el tudta azt érni, hogy ígérettünk szíven 2014-től folyamatosan tudjuk ezeket a programokat az időseinknek küldeni, és számunkra fontosak, ők nagyon sokat dolgoztak ezért a városért, megérdemlik azt, hogy a városvezetés kiemelten figyelembe vegye az ő munkásságukat. A mulatság résztvevőit Kriza Ákos polgármester köszöntötte. Elmondta, hogy az idei szüreti bál szinte az idősek világnapjával, október 1-jével esett egybe, ezért ennek külön örül. Mint ahogy többen mondják az idősek közül, Miskolcon jó nyugdíjasnak lenni. A Salkaházi közösség az egyik legnagyobb nyugdíjas közösség ma Magyarországon, és igyekszünk őket segíteni, támogatni egész évben programokkal. Ez egy kiemelkedő program az ősszel, a szüreti bál. A polgármester hozzátette, hogy ahogy eddig is, úgy ezután is a résztvevők igényeinek figyelembevételével folytatják a népszerű Salkaházi Sára programot.